Motul, a kenőanyagok szakértője. 1853 óta. Használt autót csak átvizsgálás után vegyél. www.totalcheck.hu. Már jó, te dicsekedni jöttél. Nem, tényleg nem. Tehát, hogy ha bármi olyat találnak a fiúk, és az legyen műsorban is egyértelműen elmondva, hogy mi a probléma vele, mert legalább én is tudom, hogy mit kell orvosolnom. Becsületére váljon azért az autónak, hogy elég kevés osdát találtunk rajta. Az utolsó cápa 5-ös, az E28, a leg-80-as évekebb BMW, amit ma látni fogsz. Régen sem volt 6 hengerből a kerítés, a belépő benzinmotorja ennek az autónak 4 hengeres volt, kezdetben karburátorral és 90 lóerővel, viszont Mário egy 6 hengerest fogott ki, szép állapotban tartja, az Avalon pedig átnézi. Mindenek előtt azonban ne felejts el feliratkozni a csatornánkra a lenti gomb segítségével, én pedig most átadom Wendelnek és Máriónak a szót. Kedves Márió, milyen autóban is ülünk? Ez kérlek szépen egy 1987-es BMW 520i, egy Legetronic vezérlésű motorral. Igazából az autót tavaly márciusban vásároltam, egy nagyon gondos tulajtól. Ő nagyon szépen rendbe rakta az autót mind alulról, mind kívülről. Tehát magával az autóval karosszéria problémák javarészt igazából nincsenek. Te mennyit mentél azóta vele, mióta nálad van? Hát, mivel ugye tipikus E28 műszerfal hiba, és nem megy a kilométer óra számláló. Érzésre figyelj, egy 4 olajcserét már beleraktam, én 8000-enként cserélem, tehát akkor egy ilyen, kerekítsünk fel, egy 40000-et már beleraktam tavaly március óta. Tehát ha mondhatjuk, én WC-re is ezzel az autóval mentem. Igazából amikhez nekem hozzá kellett nyúlnom, az is az elmúlt időben volt. Egy héttel ezelőtt cseréltem üzemanyagnyomás szabályzót, mert egy 3-báros volt benne, ami ugye a 35 illetve az M5-höz való. Én ezt kicseréltem egy 2,5-bárosra, ami belevaló, mert ugye néha hidegen dadogott, meg össze-vissza rángatott a motor, meg megtorpant az előzéskor, főleg, hogyha mellettem ült vagy a párom, vagy az édesanyám, akkor ugye eléggé rossz szituációkat tudott majdnem okozni, ezt cseréltem. Cseréltem közben AFM-et, ugye ez a nem légtömegmérő, hanem ez a légnyomás mérőt, mérő. Ugye a légszűrőháznál, igen, ez igen. Az AFM-et, gyertyákat, injektorokat, gyújtástrafót, azt bontottan tudtam csak szerezni sajnos, illetve gyertyakábeleket. Hagyott ott téged valahol? Vagy állt meg? Abszolút nem. Abszolút nem. Akkor abszolút. Ezek csak a szokásos karbantartásnak voltak a részei. Így van. Volt valamilyen átvizsgálás, amikor vetted? Tehát amikor hozzájutottál, akkor néztél rajta valamit, vagy csak belevágtál? 2 éve megboldogult édesapámnak, és ez volt a nagy vágy, egy régi kocka E28. Nézzük meg. Sikerült. Igen. Alapból úgy mentünk oda, hogy hát ebből az autóban biztos, hogy alkudni fogunk, mert hát milyen gagyik a képek. A srác, a Patrik, ugye, akit még előtte akkor nem ismertem, és kicsi ilyen hébe-hóba beszél a telefon, oda megyünk, szétalkudjuk. És akkor leértünk Szekszárdra, bementünk egy ilyen telephelyre, és hátra mentünk ilyen konténerekhez. Ugye egymást nézünk az Ákos, hogy el lesz vágva a torkunk, vagy ki leszünk belezve, hogy hol vagyunk. És ott a srác kinyitja az egyik konténert, és akkor ilyen ledöbbent fejjel, tényleg, mint ha megláttuk volna Jézust. Olyan állapotban álltunk ott az Ákossal, hogy egymásra néztünk, és tudtuk, nem mondtuk ki, de tudtuk, hogy itt még forintot nem fogunk tudni alkudni. És el kell vinni. És el kell vinni, és olyan gyönyörű állapotban van az autó, hogy itt nincs mesétek az. Végül azért egy pár százezer forintot sikerült a Patrikkal megegyezni. Hát az meg a minimum, mert igen, van, igen. Nem is vétel a vétel. Igen, igen. Jó. Miért hoztad el ma hozzánk átvizsgálásra? Igazából ugye én régóta nézem a ti műsorotokat is, és láttam, hogy egyszer egy csajszt is hozott hozzátok ugye egy E30-at, meg azért sok BMW széria megfordult nálatok, viszont ilyen régi 5-ös, ilyen E28-at, vagy ezelőtt az E12-t egyáltalán nem láttam még, meg úgy nagyon magyar YouTube-on se, úgy unblock más csatornákon. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor jelentkezek nálatok, és akkor bemutatnám az autót, meg azért szeretném. Hát én nem vagyok szerelő, valamennyire kenem vágom az autókat, de jobban szeretném, hogy az egy szakember is átnézze, hogy mégis mivel van dolgom. Már jó, te dicsekedni jöttél. Nem, tényleg nem. Tehát, hogy ha bármi olyat találnak a fiúk, és az legyen műsorban is egyértelműen elmondva, hogy mi a probléma vele, mert legalább én is tudom, hogy mit kell orvosolnom. Mit kell orvosolni. E28.
87-es évekből. Balelső gátló 71%. Azért a műanyagok már életre keltek. Egy kazettás magnó van benne, elképesztő. Lássuk az első tengelyfékeit. Bal oldal egy nagyon picit erősebb lesz, de 17% eltéréssel teljesen jó. Bal hátsó gátló 71%. Ezt megfogom, mert nagyon az öreg, úristen. 4% eltéréssel teljesen jó. Os eltérés, az még benne van. 2200 newton a bal oldalon. Mások a rögzítőféket. Hú, az egy picit magasan fog. Ezt nem tolom át a másik oldalra, úgyhogy megfogom lábfékkel, ezzel szerintem foglalkozni kell. 200 newton, az nagyon kevés. Ugye az E28-as az E12 utódja, ugye az 5-ös sorozatnak a második generációja. Az első olyan 5-ös, aminek a műszerfalnak a középkonzolját a sofőr felé döntötték meg. Azt szerintem tök jól néz ki. Itt már egy utólagos kormánykereket látunk, de szerintem ez is tökre megy hozzá. Meglepődtünk rajta, hogy még a gyári kazettás magnó van benne, és még működik is. Ez elképesztő. Tehát azért az akkori anyaghasználat még azért érződik. Ugyanitt vannak a behúzó részén, nincsenek eltörve a kilincsek, ugye nagyon sok idősebb autónál ugye elfáradnak. Elektromos a visszapillantó tükör, amit érdemes ugye megmutatni. Nagyon sok E28-an már nem találjuk meg ezt a kis piktogramot, amit mutatja nekünk, hogy hol tudjuk kinyitni a géptetőt. A sorhatat. 2 liter sorhat. 92 kW, 125 lóerő. Ennek a motornak az érdekessége, hogy ez szíjas. Ez még nem láncos. A befecskendező rendszerét illetően szerelték K-Jetronic-kal, L-Jetronic-kal, és ő már az L-Jetronic. Hát ez már erősen a múlté, ez már csak a gyűjtői darab. Akik szeretnek vele foglalkozni, azok bőven tekergetetik a kis állító csavarocskákat rajta. Itt is éreztük, egy picit billeg az alapjárat, hogy valószínűleg egy picit foglalkozós lesz. Ugye ez még a kölcsat is diagnosztikai ajzattal rendelkezik. Igen, ugye nemrég lehetett rajtóolaj cserélve. Nem sikerült eltakarítani itt az alsó részen, amikor kicsavarta az olajszűrőt, akkor egy picit kifolydogált, meg ott van az alsó lemezben. De annyi baja legyen. Itt a szelepfedélben is van egy nagyon enyhe szivárgás, vagy könnyezés inkább, hogy látom. És itt a szervóolaj tartálynak a sapkájánál is van egy kis könnyezés. Valószínűleg öntögetve lehetett. Mert ugye ez nem fogas léces a kormányműve. Motorolaj a vonalon van, szép tiszta az olaj. Biztos, hogy ebben most volt nemrég olaj cserélve. Szervó folyadék szintje is jó. Különösebb szivárgás nem nagyon látunk rajta. Egyről azt kellene eltakarítani itt, ami az olaj cseréből sikerült oda folyatni. Egyébként teljesen rendben van. Hát ez a szelepfedéltömét is, ez nyilván ezt el kell engedni. Ez egy szebb nyári napokon, akár egy sör mellett szépen ki lehet cserélni, hobbiból. Az autó körbe volt fényezve, mindenhol 500 mikron fölött van, ugye a gyári érték nagyjából ilyen 120 és 150 körül van. Itt a jobb hátsó ajtó még látszódik, hogy itt nagyon meg volt vittelve, és ez már jön, dobja le magát. Aksi jó, 65%, indíts egyet, légy olyan kedves. Generátor jó! Azt a mindent. 137, Hati. Hát az már. Elég rossz. Bármi is legyen ez a tartozék, visszaadjuk a tulajnak. Hát ez mínusz 4 fok. Hát ezzel viszont foglalkozni kellene. Gyönyörű ez a BBS felni. Nem is baj, hogy replika egyébként. Annyit nem kell érte fizetni. Lógni nem lóg a kormánymű. Talpas sem. Kerékhagycsapás sem.
torony a helyén. Fékek állapota teljesen jó. Ez körülbelül egy olyan 60% környéke. Pici szivárgást találtunk itt a gátlónál. Mérésre teljesen jó volt. Fékbetét még jó. Ez is körülbelül egy olyan 50%. Csapágyazás is jó. De szép piros rugók vannak itt hátul. Ezzel a gátlóval lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni, egy picit el van itt rozsdásodva. Futom, ő nem lóg. Kemény kacsapád, jó. Ezen az oldalon is ugyanúgy, mint a másik oldalon gátló, egy kicsit kórodált a rozsdás, de itt még nem szivárog, nem folyik. Jobb hátsó kerék. Nem lóg. Csapád se bug. Itt viszont a lengéscsillapítóról a porvédő le van esve. Van egy kis főtengelyszivering szivárgásunk itt az elején. De a két jégszíjat az cserélni kellene, azok be vannak repedezve. De most itt láttuk ugye, hogy az olajszűrő az új. Valószínűleg, hogy nem lett eltakarítva egy része, illetve az alsó burkolaton is megtaláltuk a nyomait. De az biztos, hogy megnézzük a bal oldalát a teknőnek, akkor biztos, hogy van egy kis olajszivárgása. Meg a vízpumpát is fölülről úgy gyanítottuk, hogy nemrég volt cserélve. Hiába újszerű állapotban van, ez itt eléggé folyik. Futóművet illetően a lengőkarkönfejek stabilak. Két gumiszilentnek éreztük itt a lógását, mind a kettőt cserélni kellene majd. Itt a váltó meg a motor összeillesztésénél talán a hátsó főtengely szimmering lehet, amit eresz. Le kéne mosni mindenféleképpen az előző munkálatok eredményeit, hogy megtudjuk, hogy mi honnan is merre, hány méter fölösleg sem nem kellene levenni róla a váltót. Szóval még a kuplung is jó helyen fog. Becsületére váljon azért az autónak, hogy elég kevés osdát találtunk rajta. Hátul volt még, amit találtunk, az a szintén a két, a kerestabrúdnak a szilentje, illetve még itt a kézifék kötélnek a külső palás, ez valószínűleg, hogy megette az idő. Ez kinyílt, lehet, hogy egy picit több törődést igényelne ez a része, szerintem ezt inkább cserélni kellene. Itt volt még a kipufogó felfogatásnál egy kis utólagos kis kiegészítés, valószínűleg, hogy beleírhetett a pótkerék tartójának a kis medencéjébe, ugye ez nem a saját hátsó dobja. Egyébként teljesen rendben van az autó. Sziasztok, én Duan Mári vagyok. Azért jelentkeztem hozzátok a műsorba, mert ilyen E28-as típust nem igazán láttam még nálatok. Én építőiparral foglalkozok, házfelújítás, illetve kivitelezéssel, de a hivatalos szakmám könyvelő, de nagyon szeretek otthon autókat szerelni, javítgatni, kozmetikázni, és egyéb ilyen kis pipere dolgok. Hát őszintén nekem az első igazi autóm is egy BMW volt, egy tipik E46 320D kombi, Harman Kardon hangrendszerrel. Én akkor lettem igazán így bele, most bocsánat, ki kell sípolni, buva a BMW-kbe. Tehát én azóta, akárhogy is volt nekem már Lexus, ott van az MX-öt nekem is, meg ott van a V8, akárhogy is én a szívem legmélyén, én ilyen kék-fehér majom vagyok, és szerintem maradok is, ameddig élek. Van nagyon sok kivétel, nekem is a nagyon sok BMW-s barátom, akik normálisan állnak hozzám, ők is szeretnek minden más márkát, de az ilyen tipik, aki tényleg beleül, és akkor azt hiszi, hogy ő az atya úristen, és akkor tényleg nem használ se indexet, rárántja a másikra, meg ő így száll ki, na nekem az nem. És akkor ilyenkor azért néha rosszul érzem magam, hogy én is BMW-ben ülök. Nagyobb túrom, hát vidékre járások ilyen napi szinten igazából, az is ilyen 200 km naponta, egyszer se hagyott még egyébként cserbe, ezt a Vendel is kérdezte tőlem, nem hagyott ott az autó, és terv van egyébként, hogy kimegyünk édesanyámmal és esetleg a párommal is a BMW múzeumba ki Németországba. Ez az utolsó cápa. BMW, ugye kérdezték kommenteten, mitől cápa? Hát mert ilyen cáporra van. Ezt a korszakot úgy hívták, a 70-es években kezdődött a BMW-nél, ez az ilyen csónak eleje.
és aztán tartott 1988-ig, amikor is kijött az E34. Ezeknek az autóknak is az a baja, hogy sajnos 80-as években készült, és hát bizony ezek el vannak rohadva jellemzően, és nagyon-nagyon megritkultak ezek az autók. Pár százezer forintért, meg 150 is láttam már, meg vettem 30 ezer forintért ilyen BMW-t, hát ma már nem veszel, mert minden patent kincs, ami erről van, mert elkoptak, szemétben van, bezúzták. Ezek már igazából hobbi autóként üzemelnek, remélhetőleg olyan gazdához kerülnek, akik hajlandók rá költeni, vagy majd az én gyerekeim is láthassák. Ezt az autót csak élvezni kell most már. Teljesen rendben van. Gurulsz a naplementébe. Fölkapcsolod a helyzetjelzőt. Látom. Hát az olyan BMW is. Jó, hát nyilván nem fiatal. Na, most már befűtöttük a kasznit. A fűtés az jó benne. Viszont a kilométer óra nem megy, ahogy látom. Vagy a kilométer számláló. 225.198. Gondolod, hogy nem valós? Hát, de az alja látod, nem megy. A napi számára? Az kit érdekel? A gyári BMW kazettás lehet szólni. Az antenna kijött. Azt hittem, valaki kopog a csomagtartóba. Hogy várj, legyik ki. Úgy, jön be. Feel the sunshine. Kedves Mário, készen is vagyunk. Igen. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen autónk, hogy az autó én és te közüled, vagy az autó te és én közülem, te vagy a legfiatalabb, mi ketten meg egy idősek vagyunk. Igen, ti konkrétan kezed is foghatnátok, hogyha tudnátok. Jó lenne, és akkor hazamegy is megyek vele, nem, mindegy, nem, vigyelj nyugodtan. Nagyon szép állapot, nagyon rendben van, gratulálunk hozzá. Én mindig hozzáteszem, és nagyon fontos, hogy autót mindig koncepcióban, kontextusban értelmezünk. Tehát ez az autó nagyon gyorsan ki tudom számolni, hogy 37 éves lesz idén, mert én is annyi vagyok. Tényleg, ahhoz képest én úgy gondolom, hogy egy rendkívüli kis csoda. Nézzük gyorsan, hogy mi az, amit találtunk. Van egy repett ködlámpád, van egy jobb hátsó villogó féklámpád, van egy kiégett helyzetjelződ, ilyenek azért előfordulnak. Igen, ezeket egy autón. Sajnos tisztában voltam. De te magad is tudtad. Van egy porvédőd, ami hiányzik a jobb hátsó gátlón, és szintén elől korrodált a gátlónak a szára. Mi nem javasolnánk emiatt cserét, tehát figyelni kell az értékeit, hogy rendben van-e, megfelelően működik-e, maga a mérés az teljesen oké, tehát megmértük természetesen, a normál üzemi fék és a gátlók is rendben vannak. Ha ide jövünk a motortérhez és ide benézel, akkor ugye van két darab égszíjad, ami erősen repedezett mind a kettő, az mind a kettő csere, nem egy nagy dolog, de érdemes még azelőtt, mielőtt elszakadnának, illetve oldal talán a szelepfedél alatt van egy kis olajfolyás. Hát nagyon, tipik BMW. Nagyon-nagyon minimális, így van. Ezt odaadom neked ajándékba, a motorban találtuk, a fiúk vették ki. Azt nem mondd, hogy szándékosan volt betéve, mert akkor gyorsan vissza is ne, abszolút nem. Igazából nézve, cseréltem vezérműszíjat. Igen. És... Nem mond tovább. Értem. Ez egy fakonának, hogy ne ki lehet vonatkoztatni szerintem, hogy ez miért volt. Én nekem összeállt, igen, nem mond tovább. Kamerán kívül folytatjuk, igen. Jó? Nézzük meg alulról. Mielőtt belépnénk az autó elé, egy dolgot felejtettem el fönt, az pedig a fagyálló. Mínusz 5 fokos a fagyállód, ami, már mondom, hogy víz, de a fagynak azért nem annyira álló, úgyhogy kérlek azt... Igen, mert ez vízpumpa csere előtt, ugye, kifolyt egy csomó, meg le is légtelenítettem, és csak deszizet töltöttem rá, és a minap töltöttem rá éppen annyi koncentrátumot, hogy ugye ne menjen túl a max skálán, csak hogy azért legalább mínusz egyet bírjon. Nagyon kevés, igen. Nagyon kevés a mostani hidegekben. Mit csináltál a vízpumpával, ha már itt azt cseréltem, az egy új vízpumpa. Mert az folyik. Igen. Jó, ez az egyik, amit itt mutatni szeretnék neked. Itt fölül a vízpumpa, ott ugye vizes, az egyértelműen látszik. Itt elől valószínűleg egy első főtengely szimmering van, ami nem feltétlenül nagyon, de azért egy picit olajos. Meg itt úgy néz ki, hogy az egész karternek a tömítése a harmadik dolog. Tehát itt a főtengely, karter ugye olaj, a vízpumpából pedig a vizet mindenképp érdemes lenne megnézni. Sajnos, ha tovább megyünk, itt is van még olaj bőven. Most ebből azt megmondani, hogy itt az első főtengely szimmeringről, meg a karterről hordjuk az olajat. Nem, sajnos hátsó főtengely szimmering, a váltó és a blokk között lesz. Akkor ott
a következő, de akkor ezek szerint erről is tudsz. Nem vészes, nem rettenetes mennyiség, de azért én úgy gondolom, hogy ez szépen lassan foglalkozós. Itt van két stabgumid, amit igen, szerintem el van öregedve rendesen. Magyarázni, csak érdem elég ránézni, de ez most már üt is, tehát ezt én már hallottam. Ezt hallottuk akkor valószínűleg. Így van. Ha pedig tovább sétálunk, akkor hát a kipufogóra nem nézünk rá, jó, mert innen hiányzik valószínűleg a lemezrész, igen, lemezrész meg van hekkelve, és hát igen, ez a felfüggesztés, amit említettél, ez sem sikerül. Az nem az én művem, én a hátsó végdobnak a tartó bakját cseréltem. Ez konkrétan én még nem is realizáltam, mert ugye én csak itt bontottam meg. Hát akkor ezt is nézd meg, a kipufogóval érdemes volna egy keveset mindenképpen foglalkozni. Mert maga a bakaszt tart, ahogy nézem egyébként. Igen, ez a de, drót, nem, ez... de meg, nem gyár, meg nem ez a gyári megoldás, ebben nem. Szinte biztosak vagyunk. Tehát itt valami hekkelés igen, van rajta, ez... itt egy kicsit fekete, itt lehet, hogy még kifúj. Egy kicsit ki is fúj. Így van, hátul is van két stabgumid, illetve amit tudsz, az a kézifék kötél. Igen. Jó, itt meg is tudod nézni, ha ide nézel, itt ezen a felén, itt nagyon-nagyon látszik. Igen, meg is van nyilva magatokozás. Így van, ezzel úgymond foglalkozni kell. A jó hír viszont, hogy lényegében ennyi. Tehát van rajta mit csinálni, foglalkozós, de hát egy 37 éves autóról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem mondható problémásnak. Úgyhogy jó munkát, meg sok boldog kilométert kívánok hozzá. Struktúra szinten abszolút egyben van a gép, úgyhogy lehet őt hajtani, tolni neki. Ezeket a dolgokat szépen folyamatában azért rakd rendbe. Mindenképp, tehát ez a családban maradós autó. Ennek örülök. Köszönjük, hogy elhoztad. Én köszönöm szépen a meghívást. Kívülről nagyon szép az autó, és egyértelmű, hogy érdemes költeni rá, a viszonylag sok apróbb hibából egy 360 ezer forintos árajánlat készült. Egy ékszíj mindössze 1800 forintba kerül hozzá 6200 forintos munkadíjjal, a kézifék bovdenek párban 10000 forintba kerülnek, 28000 forintos munkadíja van a cserének. Az olajfolyások megszüntetéséhez több mindent kell cserélni. Olajleeresztő csavartömítés, kartertömítés és új olajszűrő az egyszerűbbekből, első főtengely szimmering a bonyolultakból, és ehhez már egy új vezérlést is felírtak. A vezérlés szett mindössze 27 000 forint, a hozzátartozó munkadíj viszont 112 000. A főtengely szimmering cseréjének extra költsége 15 000 forint, az olajteknőt új tömítéssel összerakni körülbelül 22 000 forintba kerül. A friss olaj, a szűrő és a munkadíj körülbelül 35 000 forint a régi vágású 10V40-nel. Két stabilizátor szilent előre és még kettő hátra. Az anyagköltség együtt 23 000 forint, a cserék munkadíja együttesen 28 000. 20 000 forintért mindenestül friss fékfolyadék kerül bele, a hűtőfolyadék cseréje 17 000 forintból jön ki. A világítás javítása 6000 forintos tétel. Hát igazából az átvizsgálásra nagyon elégedett vagyok, úgyhogy köszönöm szépen az itt dolgozó srácoknak a segítséget ez ügyben. A vízpumpára gondoltam, hogy ez a papírtömítés sokat nem fog érni, de mivel ez egy gyorsan összekapott vízpumpacsere volt, mert másnap korán kellett indulnom le vidékre, így nem is nagyon vártam tőle sokat. A főtengely szimmeringről a váltó felől tudtam, az elsőt azt nagyon nem néztem meg, amiatt is engem most tájékoztattak a srácok, hogy az is cserés lesz, illetve hát a kipufogón vannak hiányosságok, kifújások, meg egyéb kis lyukak, azokat is mindenképp még idén szeretném orvosolni. De köszönöm a meghívást és a segítséget, hogy feltártatok hibákat, amikről én sem tudtam. Ha ennyire öreg autód van, valószínűleg te is elhivatott tulajdonos vagy, de ne feledd, ezeknél a kocsiknál már bármi, bármikor előjöhet, nem árt a gyakori átvizsgáltatás. Ebben is segíthet a márka független Total Check átvizsgálási szolgáltatásunk, amire a leírásban lévő linken keresztül tudsz időpontot foglalni. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket választottál, ha tetszett, kérlek lájkolj, iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt is, jövő héten pedig a szokott időben ismét érkezik a Műhely Pornó.